Csütörtökön Nyíregyházán járt Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. Az olimpiai bronzérmes többszörös paralimpiai bajnok vívó a megye vezetőivel tárgyalt az aktuális sportpolitikai kérdésekről, majd részt vett a Bencz úr Gyula általános iskolában kialakított vívóterem átadásán. Íme a vívás kerekesszékes változata. Szekeres Pál vívott egy bemutató asszút Batizi Sándor mesteredzővel a város első mozgáskorlátozottak és kerekesszékesek által is használható vívótermének átadásán. A helyettes államtitkár azonnal segítséget nyújtott, amikor megtudta, hogy mit terveznek a megyeszékhelyen. Olyan légkör veszi körül itt a kerekesszékes vívás és az épek vívását, nem csak az önkormányzat, hanem a helyi civil szervezetek támogatását is élvezik. Én biztos vagyok benne, hogy nem sokára már nem arról beszélünk, hogy itt valami lesz, hanem arról, hogy valami van, és lesz egy új fiatalember vagy egy ifjú hölgy, aki nyilatkozni fog, hogy milyen eredményeket ért el nyíregyházi színekben. Nyíregyházán néhány hónapja indult el a nyírsuli kardvívó sportprogramja, és eddig elsősorban gyerekeket oktattak a vívóteremben. A város vezetése szeretné a jövőben több tornacsarnokát, tornatermét is úgy átalakítani, hogy azokat mozgáskorlátozottak is használhassák. Nekem megadatott, hogy vívhattam nagyon sokat is az életemben, és amikor ez a lehetőség adódott, úgy gondoltam, hogy vívni nagyon sok mindenkinek van lehetősége, de rokkantaknak nagyon-nagyon nehéz sportolni, és hogyha a vívást meg tudjuk teremteni, igazából nulla forintból csak a hozzáadott munka révén, én úgy gondoltam, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni. Államtitkár úrral beszéltünk, villámgyorsan megoldottuk, itt vannak a felszerelések, jöhetnek azok is sportolni, akiknek amúgy nagyon nehéz lenne. A csarnokavatón többen is kipróbálhatták, hogy milyen érzés a székben vívni. A vívók abban bíznak, hogy a mozgáskorlátozottak közül többen is rendszeresen részt vesznek majd a tréningeken.